Köszöntöm nézőinket, lássuk, mi mindenről számolunk be ma. Több mint 1400 tojás díszíti a főtéri park egyik fáját, a nőegylet húsvéti ajándéka a városnak. Egy órányi villanyoltással hívták fel a figyelmet a túlzott energiafogyasztásra. Kiemelt szerepet kaphatnak az oktatás területén hátrányos helyzetű városok és vidéki települések az ifjúsági stratégiában. Ezernégyszáznál is több különböző technikával készített húsvéti tojás díszíti a főtéri park egyik fáját. A Lórántfi Zsuzsanna nőegylet tagjai készítették az egyedülálló díszt, melynek sokan járnak csodájára minden nap. Ez a nőegylet húsvéti ajándéka a városnak. Szombaton díszítették fel a Lórántfi Zsuzsanna nőegylet tagjai a főtéri park egyik fáját. Már harmadik alkalom, hogy meglepik a várost a feldíszített fával, eddig mindig sokan megcsodálták a látványt. Idén még több tojást akasztottak a fára. Heteken át dolgoztak a nőegylet tagjai, hogy elkészítsék azt a rengeteg húsvéti tojást, amelyekkel a városnak, lakóinak kívánnak egy szép húsvétot. Egytől egyik kézi munkával készültek a díszek. Változott az állományunk, úgymond, mert 320 tojással többet tudunk feltenni az idén a fára. A tavaly 1129-et tettünk fel, abból 45 darab eltörött, és pótoltuk az idén 320 tojással. A technikák az igazából nem változtak, ugyanazok a technikák, mint a tavaly, a berzselés, a csipkézet, a papírból készített tojások, a dekupás tojások, pingált tojások, hímes tojások. Hát a hangulat az ugyanaz volt, szeretettel, jó kedvel készítettük. Van, aki már a tavalytól készült párhuzamosan, mert ugye volt egy tojáskiállításunk is a napokban, arra is 358 tojást készített a nőegylet, a tagok. Úgyhogy elég sokat dolgoztunk az idén, hál' Istennek, de sikerült, és szeretettel, és önzetlenül csináltuk. Harmadszorra díszítenek tojásfát a nőegyletesek, most már kötelességüknek érzik, hogy így köszöntsék húsvétra a várost. Azt remélik, előbb-utóbb ragadós lesz a példa, más szervezetek is hasonlóan cselekszenek majd. Különösebb célunk nincs ezzel, habár titkon reménykedtünk, hogy valaki még kedvet kap, és itt a parkban egy nagyon sok tojásfa lesz feldíszítve, de még mindig reménykedünk. A célunk, hát a maga a tojás díszítés, a hagyománya, az én véleményem szerint az örökségünk része, kulturális örökségünk része, és ezt megőrizni és továbbadni kell. Kötelező. És mivel a nőegyletnek egyik alapvető célkitűzése a hagyományápolás, ez nekünk egy örömteli kötelesség. Húsvét után még pár napig megcsodálhatják a városlakók a különleges díszt, ezután a nőegylet leszedi a tojásokat és elteszi jövőre. A Gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház március 27-én, kedden a Színházi Világnap alkalmából egésznapos programot kínál az érdeklődőknek. A Színházi Világnap, melyet a Nemzetközi Színházi Intézet Bécsi Közgyűlése által elfogadott határozat alapján 1961 óta ünnepelnek világszerte, a színházművészet fontosságára hívja fel a figyelmet. Reggel 9 órától kávézásra hívják azokat, akik szeretnék közelebbről megismerni a figura társulatát, és kíváncsiak arra, hogyan működik a színház. Délelőtt a Színházi bemelegítő lesz, majd a Hideg című produkció nyílt próbáját láthatják az érdeklődők. Kora délután pingpong bajnokságra, majd kvízjátékra lehet jelentkezni. 17 órától lehetőség nyílik kipróbálni, milyen rendezőnek lenni. A jelentkezőknek, akik egy ismert dráma egyik jelenetét rendezhetik meg, rendelkezésére áll majd minden, ami ehhez szükséges. Este az előtérben színházi fotókból nyílik tárlat, majd a Hideg című produkciót láthatja a nagy közönség.
Nagyon sok fiatal kapcsolódott be idén is a Föld órája nevű figyelemfelkeltő akcióba. A lakosságot azonban idén is hidegen hagyta az energiatakarékosságra való felhívás. A világszintű villanyoltáshoz évek óta kapcsolódik Gyergyó Szent Miklós is. Szombaton este 8:30-kor kialudtak a fények egy órára, lekapcsolták a közvilágítást és az intézmények is sötétbe borultak. Az IFITÉK a szórakoztató műsort szervezett a földórája idejére, hogy népszerűsítse a kezdeményezést. Egy órán keresztül barátkoztak a sötétséggel a szervezők felhívásának elegettéve a szombatesti rendezvény résztvevői. A művelődési ház előterében mécsesekből rakták ki az egyórányi sötétséget szimbolizáló 60-ast. A szervezők egy kiállítást is berendeztek, amellyel a környezettudatos életmódra, az energiatakarékosság fontosságára irányították a figyelmet. A Vaskertes Általános Iskola kórusa énekelt az eseményen. Az akció fő célja nem csak az egy óra alatt elért aktuális fogyasztás csökkentése, hanem a figyelemfelhívás, hogy mindennapi életünket mennyire átszövi a túlzott és sokszor fölösleges energiahasználat. Gyergyó Szent Miklóson nem sokan kapcsolódtak be, a környező tömbházakban ugyanúgy égtek a fények, mint más estéken, az üzletek, bevásárlóközpontok sem csatlakoztak tevékenyen az energiaspórló akcióhoz. Összesen 378.622 magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár regisztrálta a szombat 17 órás határidőig. A Nemzeti Választási Iroda tegnapi adatai szerint az április 8-ai országgyűlési választáson a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok csak akkor vehetnek részt, ha korábban kérték regisztrációjukat a Nemzeti Választási Irodánál. Az utolsó két napban mintegy 3000-en regisztráltak. Azok a választópolgárok, akik a levélcsomag személyes átvételét kérték, már átvehetik azokat a megjelölt külképviseleten. A levélben szavazók csak országos pártlistára szavazhatnak. 2 év és 8 hónap letöltendő börtönre ítélte első fokon Horváth Annát a kolozsvári táblabíróság. Fodor Zsolt kolozsvári üzletembert ugyanebben a perben 1 év és 6 hónap felfüggesztett börtönre ítélték. Az alapfokú ítélet ellen mindkét fél fellebbez. Emögött az ajtó mögött hirdettek ítéletet Horváth Anna volt kolozsvári alpolgármester perében. Nem voltak jelen sem az érintettek, sem pedig a velük szolidarizálók, mivel a bíróság az a kiírt időpontnál közel fél órával korábban tette közzé döntését. Emberileg, állampolgárilag megalázónak tartom azt az eljárást, ahogy ez az ítélethirdetés megtörtént, lényegében négy szem közt, titokban, minthogyha valami rejtegetni, valami bújtatni való lenne abban, ahogyan az igazságszolgáltatás ebben az országban működik. A perben többszöri halasztást követően 526 nap után született meg az ítélet. Igyekeztem mindenre felkészülni, a legrosszabbra is nem, azért, mintha bármit is, bármilyen bűncselekményt vagy törvénybeütközőt tettem volna, hanem azért, mert én úgy gondolom, hogy Románia egy szekus állam. És ha a szekus állam eldönti, és eldöntötte 2 évvel ezelőtt, hogy Kolozsvár magyar alpolgármesterét nemzetbiztonsági kockázatnak nyilvánítja, és félreállítja, akkor a mai döntés minden kétséget kizárva megmutatta, hogy ez módjában áll.
Horváth Anna a teljes peranyagot a sajtó és a közvélemény rendelkezésére szeretné bocsátani, mert úgy gondolja, hogy ez az ügy már nem csak róla szól. Az indoklás közlése után 30 napon belül lehet fellebezni. Ezzel a joggal úgy Horváth Anna, mint Fodor Zsolt élni fog. A per ezt követően a bukaresti legfelsőbb bíróságon folytatódik majd. 2018 első két hónapjában 19,4%-kal nőtt az új autók eladása az előző esztendő azonos időszakához viszonyítva, közölte tegnap a Gépkocsi Gyártók és Importőrök Egyesülete. A szervezet adatai értelmében januárban és februárban több mint 20 ezer új gépjárművet értékesítettek Romániában. Ezek közül 16.500 személygépkocsi volt. A kimutatások szerint a forgalomba helyezések 76%-a céges volt. A magáneladások a piac 24%-át tették ki. A szakemberek előrejelzései szerint ebben az évben a tavalyihoz hasonló számú, hozzávetőlegesen 520 ezer használt autót helyeznek forgalomba Romániában. Idén újra terítékre kerülhet Borbély Csaba ifjúsági jelentése Brüsszelben. A Régiók Bizottsága március 22-i plenáris ülésén Hargita megye tanácsának elnöke javasolta, hogy az Európai Unió következő ifjúsági stratégiájában kiemelt szerepet kapjanak az oktatás területén hátrányos helyzetű városok és vidéki települések, illetve hogy az Európai Szociális Alap is külön kezelje a hátrányos helyzetű fiatalok ügyét. Hangsúlyosabban oda kell figyelni az oktatás fejlesztésére a kevésbé fejlett régiókban, hisz az Európai Unióban még mindig magas a munkanélküliségi ráta a frissen végzettek körében. Hívta fel a figyelmet Borbély Csaba, a Hargita megye tanácsának elnöke felszólalásában a Régiók Bizottsága március 22-i plenáris ülésén Brüsszelben, ahol konszenzussal szavazták meg az Európai Szociális Alaphoz irányzott módosító javaslatait. A megyeelnök hozzátette, nem csak tagállami szinten, hanem bizonyos régiók között is hatalmas eltérések vannak e tekintetben, és sajnos Romániában a munkanélküliségi ráta jóval az Európai Uniós átlag fölött van. Nem nézhetjük karbatett kézzel az egyre nagyobb méreteket öltő agyelszívás jelenségét, azaz a képzett fiatalok kivándorlását, ezért egyenlő esélyeket kell biztosítani a kevésbé fejlett régiók fiataljainak, hogy elősegítsük a szociális integrációjukat, illetve hozzájáruljunk versenyképességük növeléséhez a munkaerőpiacon. Mondta a tanácselnök, továbbá felhívta a figyelmet arra, hogy a regionális és helyi önkormányzatok hatalmas szerepet kapnak mindezek megvalósításában. Hatáskörük révén ugyanis ők tudnak fellépni a jelenség ellen. Borbély Csaba javasolta, hogy az Európai Unió következő ifjúsági stratégiájában kiemelt szerepet kapjanak az oktatás területén hátrányos helyzetű városok és vidéki települések, illetve arra, hogy az Európai Szociális Alap is külön kezelje a hátrányos helyzetű fiatalok ügyét. Az ifjúságpolitika terén folytatott Európai Együttműködés 2010-2018 között című jelentésébe a megyeelnök már belefoglalta az egyenlő esélyek biztosítására irányuló ifjúsági alapcsomag létesítésének fontosságát. Idén májusban azonban újabb raportőri megbízást pályázna meg, ha a Régiók Bizottsága jelentést dolgozna ki az ifjúság témakörében. Modernizálási munkálatok miatt szünetelni fog az áramellátás holnap és holnap után a város egyes részein, értesít a szolgáltató. A közlés értelmében kedden a Bucsin negyedi 19-20, 21, 22 és 25-ös tömbházakban kell nélkülözni a villanyáramot 12 és 16 óra között, szerdán pedig a Virágnegyed 45, 49, 50 és Anélé tömbházakban, valamint a Nikolaj Bölcsescu utca, Tűzoltók utca és Stadion utca közötti részén. Elfogadta az Európai Parlament a 2020-as év utáni uniós keretköltségvetésről szóló állásfoglalását. Az irányelv az, hogy a büdzsének igazodnia kell az Európa jövőjével kapcsolatos célokhoz.
Az Európai Parlament állásfoglalásában rögzítette, hogy a 2021-től életbe lépő 7 évre szóló pénzügyi keretnek egyebek mellett kezelnie kell a védelem, a biztonság és a migráció területén jelentkező új kihívásokat. A plenáris ülésen elfogadott dokumentum szerint a kiadásokra szánt hozzájárulásokat növelni kell annak érdekében, hogy fedezni lehessen a Brexit, vagyis az Egyesült Királyság Unióból való kilépéséből származó költségvetési hiányt. Ezért új intézkedésekre van szükség, mondja Winkler Gyula, európai parlamenti képviselő. Az új intézkedésre való javaslata az Európai Parlamentnek két irányú. Egyrészt a jelenlegi 1%-ról 1,3%-ra javasoljuk a nemzeti össztermék alapú hozzájárulás mértékének a növelését, másrészt pedig azt javasoljuk, hogy új saját forrásokat hozzon létre az Európai Unió, például az energiaszektornak a megadózása révén, illetve a pénzügyi tranzakciók, a pénzügyi piacoknak a megadózásának az eszközével. Az EP képviselő hozzátette, ahhoz, hogy a tagállamok nyertesei legyenek az új költségvetési ciklusnak, az uniós alapok hatékony lehívására van szükség. Romániának főként a regionális fejlesztési, a szociális kohéziós és a mezőgazdasági pénzalapok lehívása terén kell az eddiginél jelentősen jobban teljesítenie. Az Európai Parlament állásfoglalásában egyébként arra is hangsúlyosan kitér, hogy jelentősen növelni kell a kutatásra, az Erasmus Plus program támogatására, az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésre, a kisvállalkozásokra és az infrastruktúrális beruházásokra fordított összegeket. A keretköltségvetés kapcsán május elejére várható az Európai Bizottság javaslata, ezt követően pedig intenzív tárgyalás sorozat indul az Európai Bizottság, az Európai Unió tanácsa és az Európai Parlament között a végső döntés meghozása érdekében. Csak röviden még egyszer a nap fontosabb híreit. Több mint 1400 tojás díszíti a főtéri park egyik fáját, a nőegylet húsvéti ajándéka a városnak. Egy órányi villanyoltással hívták fel a figyelmet a túlzott energiafogyasztásra. Kiemelt szerepet kaphatnak az oktatás területén hátrányos helyzetű városok és vidéki települések az ifjúsági stratégiában. Eddig a napszemle, köszönöm, hogy velünk tartottak, várom Önöket holnap is a szokott időben, viszontlátásra!